Tisztelt képviselőtestület, tisztelt polgármesteri vezetés, mikor hozhatjuk végre ténylegesen létre a Trianon emlékparkot, melyet már 2020. júniusában megszavazott a képviselőtestület? Nem először teszem fel ezt a kérdést, nem is utoljára attól tartok, hiszen bár hónapról hónapra jönnek napirendre a különböző közterület elnevezések, ma épp az Etele teret neveznék át Töröcsik Mari térre, de valahogy a már megszavazott Trianon emlékpark az a megvalósítás szintjén mégsem juthat el ide például a testületi ülésre egy közterület átnevezés formájában. Miközben örömmel olvashatjuk az Új Buda újságban, hogy a holokauszt áldozatainak és szenvedéseinek emléket állító kiállítást László Imre Új Buda polgármester és Barabás Rihárd kultúráért felelős alpolgármester nyitotta meg. Erre mindig van újabb és újabb lehetőség, miközben mulasztásos jogsértésben van az önkormányzat, mivel a képviselőtestület bár egyhangúan megszavazta a hiánypótló Trianon emlékpark létrehozását, de a tavaly június 25-én lejárt határidejű határozatot nem követte semmilyen intézkedés, még a hely kijelölése sem. Idén tavasszal ezért egyévi képviselői tiszteletdíjamat ajánlottam fel az újbudai Trianon emlékpark létrehozására, a botrányos módon beépíteni tervezett, de a civil összefogással egyelőre megmentett úgynevezett saroktelek helyén, hogy az emlékpark létrehozásával egyúttal végleg megmeneküljön a zöld terület a beépítéstől. De ha máshol jön létre az emlékpark, annak is örülök. Csak történjen már valami végre, hogy ennek a mulasztásos jogsértésnek véget vessünk. A főváros legnépesebb kerületében nincs emlékhelye a magyarság legnagyobb tragédiájának. Több ciklusnyi fideszes vezetésen volt elég hozzá, talán a harácsolással voltak inkább elfoglalva. Bár 2020-ban polgármester úr a Trianon emlékpark vitájában tett kísérletet arra, hogy inkább a holokausznak is emlékhelye legyen, a határozat végül úgy szólt, idézem: Új Buda önkormányzat a képviselőtestülete 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, kinyilvánítja, hogy a 11. kerületben Trianon emlékpark kialakítását szükségesnek tartja, illetve a megvalósítását támogatja. Határidő 2020. június 25. Felelős dr. László Imre polgármester. Többször szorgalmaztam azóta, most ismét kérdezem, remélem nem kell 15 nap a válaszadásra, mikor vetnek véget a mulasztásos jogsértésnek. Köszönöm szépen. Nem 15 nap, hanem 30 nap, és 30 napon belül megkapja a választ.